Miskolci Gyöngyszemek. Egy Borsodabaú Zemplén megyei podcast múltról, jelenről, érdekességekről, értékekről, Miskolcról. A Zavas Arborétum Alapítvány működteti, amelynek elnöke Adorján Eszter. Vele beszélgetünk. Milyen rokonságban van az alapítóval, ezt kérdezném elsőként. Az én nagypapám alapította egyébként a teljes avasi arborétumot, nem csak a fenyőkertet, ugyanis tudniillik, hogy az Aulik és a Perceimor utca között nem csak a fenyőkert található, hanem a teljes avasi arborétum egyébként egy 6 hektáros terület. Ebből a lombosfa és cserjegyűjtemény, ami a Perceimor utcára nyílik, ez egy 4,5 hektárnyi terület, és hát egy utcával lejjebb van tulajdonképpen a fenyőkert, ami egy 1,5 hektárnyi terület, tehát az egész avasi arborétum egy 6 hektárnyi terület, és ennek a teljes, úgymond gyűjteményes kertnek a megálmodója és létrehozója az én nagypapám volt, dr. Adorján Imre, egykori miskolci főorvos. Ez itt már érdekes, hogy főorvosként hogyan kezd el valaki növényekkel foglalkozni? Őszintén szólva, neki ez egy nagyon nagy hobbi volt az életében. Tehát én amióta az eszemet tudom, én nagyapával legtöbbször mindig valahol a természetben találkoztam. Mai napig nem tudom, hogy hogy volt neki erre ideje, amellett, hogy hát főként ugye ezeket az ilyen kertészeti dolgokat inkább azért a nyugdíj után csinálta, de mellette ugye ő neki még magárendelése is volt, tehát praktizált külön, és a teljes arborétum mellett még neki volt külön egy gyümölcsös kertje, szilvása, szőlőültetvénye, méhészete, bort is készített, tehát abszolút neki ez nagyon-nagyon szívügye volt, illetve még a dohányzás ellen nagyon fellépett, tehát még egy ilyen dohányzás elleni ligának, közösségnek is az elnöke volt, úgyhogy hát abszolút odafigyelt az egészséges életmódra, a természet szeretetre, a környezetvédelemre, úgyhogy valószínűleg nekem is ez valahogy így átragadt rám, és nem hiába. Én is természetvédelmi mérnökként végeztem egyébként az egyetemem. Az a terület egyébként a családé volt, vagy ezt hogyan kezdte el ott azt a területet fejleszteni? Tehát a fenyőkert, meg a teljes avasi arborétum az önkormányzati tulajdonú terület a mai napig. De akkor is az volt? Igen. Én úgy tudom, hogy akkor is az volt. Igazániból amikor elkezdődtek a telepítési munkálatok, akkor én még nem éltem. Tehát körülbelül akkor születtem, amikor a fenyőkert megnyitotta a kapuit ugye a nyilvánosságnak. Tehát 1991-2 között történt ugye ez a megnyitás. Én ugye 91-ben születtem, és hát igazából amióta már nagypapa gondozta ezt a területet, azóta az avasi arborétumért alapítvány, mint hivatalos használója ennek a területnek, tehát a gyakorlatban, tehát több mint 30 éve azért a mi családunk gondozza a fenyőkertet. Ugye nagypapám, amíg ugye el nem hunyt, addig apukámmal közösen, utána apukám vette át teljes mértékben a teljes avasi arborétumnak a gondozását, és ugye az elnökségi pozíciót, és az ő váratlan halála után pedig engem ért a megtiszteltetés, és én igazából már csak a fenyőkertet folytattam. De említette, hogy szakmérnökként végzett. Ez már így eleve, ez volt a terv, hogy majd ezzel foglalkozik, vagy pedig, tehát mi volt előbb a tyúk, vagy a folyás, inkább így kérdezni? Hát őszintén szólva nem az arborétum miatt kezdtem el ezt a szakmát, meg ezt a hivatást, hanem tetszett. Tehát ez egy nagyon szép szakma a természetvédelmi mérnök, én úgy gondolom, nem bántam meg, hogy itt végeztem, nagyon szerettem az egyetemi életet is egyébként, és hát ehhez kell egyébként egy elhivatottság is, aki ezt csinálja, tehát szerintem azért is szép szakma, meg hasznos is, mert amikor kimegyünk a természetbe, értjük, amit látunk, tehát hogy milyen fajról van szó, miről mit kell tudni, tehát, és egyébként ez egy folyamatos tanulás, aki elhivatott, és nagyon sokan ugye bizonyos
részekre szakosodnak, tehát valaki csak mondjuk ornitológia, csak madarakkal foglalkozik, valaki csak herpetológus, tehát változó, mindenki a saját kis szakterületén tud kiteljesedni. Igazándiból én már, amikor apukám volt még az elnök, én már akkor is úgy pedzegettem neki, hogy majd azért egyszer a jövőben jó lenne, hogyha így betanítaná engem is ezekre a feladatokra, meg az elnökségre, de ő akkor még úgy érezte, hogy ő még aktív, ő szeretné csinálni, és hát váratlanul hunyt el, tehát nem volt könnyű a gyakorlatilag semmilyen háttértudással átvenni a teljes alapítványt. A családom nélkül nem is sikerült volna, tehát nyilván ugye nekem is van egy támogatásom, és azért együtt közösen csináljuk a családdal. De maga a diploma az korábban volt? Igen, igen, a diploma az abszolút korábban volt, tehát én akkor már bőven elvégeztem az egyetemet, az alapképzést, a mesterképzést is, amikor ugye engem ért ez a feladat, hogy átvegyem, tehát én akkor már bőven diplomásként vettem át. Tényleg vissza a legelejére, amikor a nagypapa elkezdte tehát ezt a munkát, hogy neki akkor mi volt a célja, terve, vagy egyáltalán hogyan indult ez a dolog? Hát igazándiból, ugye említettem, hogy én akkor még nem születtem meg, tehát nekem csak így fotók vannak a kezdésről, meg amiket így még régebben a család mesélt. Igazándiból valószínűleg nagypapám szerette volna ezt a területet megóvni a későbbi ilyen beépítésektől, tehát hogyha valószínűleg az ő áldozatos munkája nem lett volna, akkor ott most valamilyen lakóház lenne, vagy irodaház, vagy valamilyen nagy áruház. Úgyhogy igazándiból lesz, hogy egy kis zöld oázis jött létre ott az avasi lakóterep közepén, az az ő munkájának köszönhető, és nyilván voltak kapcsolatai neki is, tehát más botanikus kertekkel, cserebere programok, külföldi utazásai során magánszemélyek, önkéntesek segítettek neki. Biztos vagyok benne, hogy neki tényleg az volt a célja ezzel, hogy megmaradjon az utókornak, mert ugye ez egy természetvédelmi terület egyébként, a teljes avasi arborétum, és még a halál előtt egy-két évvel még azt is kijárta azt a hát kevésbé könnyű utat, hogy védetté nyilvánítsák a területet. Igen, tehát 2003-ban, ha jól emlékszem. Igen, és 2005-ben hunyt el, tehát tényleg a halál előtt nem sokkal, hogy biztosítsa tényleg azt, hogy ez a terület úgy háborítatlanul maradjon, és hát mi tulajdonképpen az ő szemléletét szeretnénk továbbvinni. Tehát mi is első körben inkább a természet közeliséget, a növényvédelem, állatvilágvédelme, ezt igyekszünk fenntartani, és csak a második rész az hogy a turizmus. Ezt arra jött már el, hogy tulajdonképpen mekkora ez a terület, és hogy igazándiból milyen növények találhatók itt. Igen, ugye a fenyőkert, említettem, az egész terület 6 hektár, a fenyőkert az egy másfél hektárnyi terület, és ami a különlegessége ennek a gyűjteményes kertnek, hogy itt zömmel nyitva termő fajok, fajták is, egészen speciális változatok vannak. Tehát egy körülbelül 600 fajnak, fajtának az 1000 egyede, tehát ugye vannak olyan fajok, amiből 2-3 egyed is megtalálható. Hát a teljesség igénye nélkül, tehát fenyőfélikből nagyon sokféle, tiszafák, borókák, ciprusok, cédrusok, álciprusok, a világ minden tájáról, tehát nem csak itt hazánkban őshonos fajok vannak, hanem más földrészekről is, tehát vannak, amik Amerikából, Kaliforniából érkeztek hozzánk, Ázsiából, az ilyen tengerpartokról. Úgyhogy hát nyilván ugye abban az időben, ráadásul még amikor nem volt ez a kifejlett internethálózat, azért nem volt olyan könnyű ennyi fajt beszerezni, meg ennyi növényegyedet. Tehát, de mégis meg lehetett oldani, ugye ő az élő példa rá, hogy van, lehetett ezt, és hát igazándiból ugye nem csak ugye természeti értéke van, hanem kertészeti értéke is, meg hát mivel ugye látogatók számára is nyitott, ezért turisztikai értéke is van, tehát Miskolc városnak ilyen turisztikai látványossága is van, és hát reméljük, hogy egyre több ember fogja megismerni ezt a kis zöld oázist. Milyen, van-e olyan, ami ilyen nagyon-nagyon különleges, amit esetleg így érdemes lenne kiemelni?
Amit én általában kiszoktam emelni, az a mamutfenyő, az óriáshegyi mamutfenyő, ami Kaliforniából származik szintén, ebből kettő példányunk van, de egyébként a szintén mamutfenyő, a szomorúhegyi mamutfenyő, amit nagyon sok látogató mindig megcsodál, aztán a Jeffrey fenyők, amik szintén ugye Amerikából, Kaliforniából jöttek hozzánk, de egyébként tehát már csak egy általános, ismertebb, mondjuk egy cukorsüvegfenyő, amit amúgy nagyon sok ilyen kertészeti áruházban megtalálnak, de már ugye 30 év alatt már olyan nagyok lettek, hogy rácsodálkoznak az emberek, hogy hú, ekkorára meg tud nőni egy cukorsüvegfenyő. Tehát igazából itt mindegyik növényegyednek megvan a saját különlegessége, már csak azért is, hogy azért az évek alatt mekkorát nőttek. Mostanában sokat cikkeznek arról, hogy a környezetváltozás miatt, hát főleg ez a fenyőket, tujákat érinti, hogy nagyon sok elszárad belőle. Tehát ez megjelenik, ez a probléma? Persze, sajnos igen, egyre jobban. Országos méretű a probléma, tehát én az utóbbi egy-két évben azért sok helyen megfordultam Dunántúlon, idén is voltunk az Őrségben, Balaton környékén, és már ugye próbálom kicsit a szakmai szemmel is figyelgetni ezt a jelenséget is, ugyanez tapasztalható szinte mindenhol. Ami a legjobban érintett a tuják, a hamis ciprusok, a lucfenyők, azok is nagyon nehezen bírják, és sajnos egy-két ilyen nagyon különlegesebb fajunk, tehát a mexikói fehérfenyő, azt ki kellett vágnunk, olyan szinten elpusztult, de már most érződik az, hogy egy-két szintén ilyen különlegesebb fajon is úgy megjelenik ez a szárazodás. Ez egy nagyon összetett probléma egyébként, nem is tudnék kiemelni egy gondot, hogy amiatt, és ami a másik, hogy annyira rövid idő alatt olyan mértékű az állapotromlás, hogy ha tudnánk is rá, hogy mi az ellenszer, egyszerűen nem lenne időnk beavatkozni. Tehát mondjuk egy ilyen két hét alatt a fának a fele elszárad, és ugye lehullanak a tűlevelek, vagy pikkelylevelek, ugye attól függ, hogy milyen fajról van szó. Kérdeztem én már ugye tőlem azért nagyobb szakembereket, hogy mi a teendő, kijöttek, önkormányzat kijött, terepszemle, minden volt, és egyszerűen nincsen rá nagyon megoldás. Én úgy gondolom, hogyha lenne, akkor már valószínűleg ez az országos szintű probléma, mert valaki azt mondta volna, hogy akkor ő tudja a megoldást, és akkor az információ hozzánk is eljutott volna. Azon kívül, hogy ki kell vezetni, ugye minden hamarabb az állományból ezeket a elpusztult, vagy elszáradt, vagy éppen fertőzött egyedeket, azon kívül más nem nagyon tudunk tenni, de nyilván ezt is mérlegelni kell. Tehát ami nyáron kezd el, vagy tavasszal kezd el ugye betegedni, azt a költési szezonban, amikor ugye az élővilág éled, meg az állatvilág ugye aktív, akkor nem tehetjük meg. Tehát meg kell várni mindig az ősz végét, vagy a tavasz nagyon elejét, tehát inkább a tél végét. Úgyhogy nekünk is hát tavasz előtt volt egy nagyobb ilyen állományritkítás, egy 19 fát kellett kivágnunk, fájó szívvel, szó szerint, és valószínűleg ez nem fog még megállni. Tehát mert most látok legalább egy 10 egyedet, amit már akár rögtön ki lehetne vágni, és csak azokat vágtuk, és természetesen ugye különböző engedélyekkel, hogy amik már teljesen menthetetlenek voltak, tehát ami már egy zöld tűlevél nem volt. Úgyhogy nem vagyunk könnyű helyzetben. Igen. Kell valamit változtatni idővel esetleg az állományon? Igen, valószínűleg ez az állomány sokszínűségének a rovására fog menni, mert olyan fajokat kell telepíteni a helyükre, ami bírja. Egyébként látjuk azt, mondjuk egy Douglas-fenyő, egy hemlock-fenyő, egy atlasz-cédrus, ezek amúgy jól bírják, vagy ugye vannak ezek a futóborókák, amik amúgy sok helyen vannak, kertekben is, azok meg már olyan mértékben nőnek, terjednek, hogy már szinte benövik az egész környezetüket. Tehát ezek jól bírják, valószínűleg egy idő után ezekre kell majd átváltani. Hát nyilván ugye ez tényleg a sokszínűség rovására fog menni, hiszen ennek a kertnek az a különlegessége, hogy nagyon sokféle faj van, nagyon egészen speciális nemesítések is vannak nálunk, vannak olyanok, amiknek még magyar nevük sincsen, annyira speciálisak, csak latin vagy esetleg angol nevük, de hát nyilván nekünk muszáj alkalmazkodnunk a környezeti változáshoz, és a klímaváltozás sajnos ebbe az irányba megy, úgyhogy mi ugye így egyszerű kis emberekként nem tudjuk ezt megváltoztatni. Tehát csak alkalmazkodni tudunk. Növények mellett sokféle állat is van, bik
találhatók a kertben. Igen, igyekszem az teljes fenyőkertben egy rovar és egy madárbarát arborétumot fejleszteni folyamatosan. Már ezt azért, amióta átvettem az elnökséget, bár egyébként előtte is azért természetesen ez egy nagyon jó élőhely volt az állatok számára, de amióta átvettem, én nagyon próbálom ezt folyamatosan fejleszteni. Úgyhogy hát ugye nagyon gazdag rovarvilág van nálunk, én főként a beporzó barát kertet próbálom folyamatosan újítani, úgyhogy igyekszünk ugye különböző gyógynövények, fűszernövényeknek a telepítésére a fűkaszálást is úgy intézni, hogy azért mindig maradjanak vadvirágok, és hál' Istennek van is rá úgymond érdeklődés, mert rengeteg vadméhünk, poszméhünk, különböző lepkefajok vannak nálunk, madarak is nagyon nagy számmal vannak, tehát tényleg itt is csak a teljesség igénye nélkül szajkó, cinegefajok, széncinege, barátcinege, fenyvescinege, kékcinege, de ezen kívül tényleg rengeteg madarunk van, rigók, fekete rigó, énekes rigó például, úgyhogy a költési helyüket ugye madárodó kihelyezésével, madáritatóval, télen madáretetéssel próbáljuk őket segíteni, és hát nyilván ugye ezeket még lehet fokozni, tehát még több odú kihelyezése, aztán szeretnék majd a jövőben denevér odukat is kihelyezni, akár ugye nagyobb madaraknak is, mondjuk akár baglyoknak odút kihelyezni, tehát van még lehetőség egyébként, úgyhogy hát amit tudunk, és amit úgy minden téren enged nekünk, azt igyekszünk mi kihasználni. Tehát nagyon sok most már a program. Tehát ez valamiféle ilyen váltás volt azzal, amikor átvette az alapítványnak a vezetését? Tehát, hogy valamiképpen programokkal kell népszerűsíteni? Vagy hogyan jöttek ezek? Én úgy érzem, hogy amióta átvettem, azóta folyamatosan évről évre fejlődik a ilyen téren, mármint programok terén a fenyőkert. Én nagyon rám mentem erre a népszerűsítésre. Nyilván nagypapám idejében még ez nem volt annyira könnyű. Apukám annyira nem foglalkozott úgymond az ilyen közösségi oldalakkal. Én azért, mivel a fiatalabbnak tekinthető vagyok, ezért én azért jobban meglovagolom ezt a témát, hogy közösségi oldalakon hirdetni, programokat, rendezvényeket szervezni, meg amúgy én ezeket élvezem is, tehát ez nem csak olyan kötelezettség, hanem én nagyon szeretem amúgy, hogyha van is nyüzsgés a kertben, amellett, hogy még mindig a fő irányvonalat mi azt szeretnénk megtartani, hogyha valaki kijön, akkor ne egy tömegbe érezze magát, hanem ki tudjon szakadni abból a mindennapi stresszből, vagy a városi zajból, amiben van, és gyakorlatilag ez azért is egy nagy potenciál ez a fenyőkert, mert nem kell ahhoz elmenni vidékre, nem kell ahhoz elmenni órákat, kilométereket utazni azért, hogy mondjuk egy ilyen csendes helyen találja magát, hanem tényleg az avasiaknak egy 5-10 perc séta alatt ott van, és akik ugye egy panelban élnek, azoknak tényleg nagyon jó lehetőség, akár a gyerekeket kivinni. Tehát vannak, akik ugye kijönnek tenni egy sétát egy babával, babakocsival, ott a friss levegőn altatják őket. Meg hát ugye a környezeti nevelés, azt is igyekszem minél jobban ugye a gyerekek számára, hogy megtanulják azt, hogy jó lenni a természetben, és hasznos lenni ott. Úgyhogy nagyon sok gyerekcsoportunk van, talán idén-nyáron volt a legtöbb gyerekcsoportunk eddig. Minden héten volt több gyerekcsoportunk is, óvodások, általános iskolások, gimnáziumokból is jöttek hozzánk, de egyébként a nyugdíjasok is nagyon szeretik, különböző nyugdíjas csoportok is jönnek hozzánk, illetve évszakonként legalább próbálunk egy ilyen lakossági rendezvényt is tartani, tehát egy ilyen közös szakvezetéses séta, mindig próbáljuk valamilyen tematikára, tehát például múlt héten volt a nyárbúcsúztató sétánk, de amikor fenyővirágzás van, akkor az ugye május végén, arra is van egy külön. Idén voltak a legtöbben összességében a programokon, tehát volt egy, ugye a fenyő és rododendron virágzásnál például nem is tudom, csak az egyik csoportba jöttek el 100-an. Az már egy nagyon nagy tömegnek számított ott a kertben,
Tehát általában az ilyen kényelmes csoportok az egy olyan 30, nagyon maximum 40 fő, tehát az már egy nagyon nagy csoport volt. Meg hát ami újítás volt nálunk idén, először szerveztünk egy ilyen borkóstolással egy bekötött arborétumi sétát. Nagyon jó volt a visszajelzések, nagyon tetszett mindenkinek, úgyhogy hát bízunk benne, hogy jövőre is lesznek ehhez hasonló programokhoz lehetőség. Illetve én nagyon várnám, hogy essen egy kis hó, mert akkor télen kinyitunk. Mert akkor tényleg olyanok vagyunk, úgymond, mint egy kis meseerdő. Tehát a téli arborétum az csodálatos látvány. Illetve még ez még nincsen meghirdetve, ez még nagyon, még nekünk is csak így a gondolatainkban fogalmazódott meg, hogy szeretnénk majd szintén először egy ilyen kis gyerekeknek családi Halloween-i délutánt. Még a képlékenyek a programok, tehát még csak abszolút elméleti szinten, de szeretnénk majd megvalósítani akár egy kis csoki kereséssel, ajándékozással, kézműves sarokkal. Úgyhogy vannak a fejben nagyon sokféle terv, és reméljük, hogy minél jobban meg fognak tudni valósulni. Hogyan lehet egyébként fenntartani, mert hogy tehát ezek ilyen díjmentes látogatások, tehát hogy gondolom, hogy nem lehet egyszerű, tehát ezt lehet tudni, hogy persze lehet fejleszteni? Hát azt szoktam mondani vízből ilyenkor, hogy mindenkinek kell egy költséges hobbi. Ugye nekem nem ez az állandó munkahelyem, hanem ez nekem úgymond a másodállásom. Támogatásokból tudjuk fenntartani magunkat. Korábban egyébként mindig az önkormányzattól kaptunk éves támogatást. Most jelenleg az önkormányzatnak is nagyon szűkös anyagi keretei vannak, így most ezt nem tudják nekünk biztosítani. Így tényleg most amit mi tudunk így az alapítványként támogatást, adomány, adó 1%, ilyen mini pályázatok, mert sajnos ilyen nagyobb volumenű pályázatokat nem nagyon találunk, vagy nem mi nyerjük meg éppen, tehát tényleg ezek ilyen pár százezer forintos tételekről van szó. Mi ebből tartjuk fenn magunkat, tehát nem nagy költségvetéssel dolgozunk, nincs sok bevételünk, úgyhogy igazából mi is társadalmi munkában végezzük ezt, úgyhogy nekünk ebből nincsen fizetésünk, nincsen bevételünk, úgymond így, mint magánszemélyek, úgyhogy mi mindent, amit kapunk, azt a fenyőkertre fordítjuk, és hát apránként, tehát lépésenként próbáljuk fejleszgetni a kertet, ugye, ahogy említettem például a madárbarát, a rovarbarát vonal, de most szeretném egy kicsit a gyerekbarát oldalt is, tehát egy homokozót, egy lipityókát akár, tehát hogy ilyesmiket, hogy azért a gyerekek is jobban élvezzék, azon kívül tobozokat gyűjthetnek, meg rohangálhatnak, tehát legyen nekik akár egy ilyen kis gyereksarok is. Úgyhogy hát igazándiból így tudjuk fenntartani magunkat. Igen, a kertbe egyébként a belépés az díjmentes, továbbra is közhasznúak vagyunk, de minden adományt jó szívvel fogadunk, meg adó 1%-okat is jó szívvel fogadunk, mert én azt tudom mondani, hogy jó helyre megy. Tehát, hogy abszolút a fenyőkertnek a fenntartása és művelésére, gondozására fordítjuk. Volt-e nagypapának, vagy akár önnek kedvence? Tehát az állatoknál szokott lenni olyan, hogy kedvenc, de mondjuk így a növények esetén is van ilyen, hogy valamelyik ilyen, tehát hogy sokkal közelebb áll? Hát, amúgy nagypapának nem tudom, hogy volt-e. Szerintem az összeset imádta. Egyébként van egy olyan tuja, amit az ő tiszteletére elneveztek róla, és az még a mai napig, hál' Istennek, ott van a kertben, és még ahhoz képest, hogy a tuják nincsenek annyira jó állapotban, az még egészen jó állapotban van, tehát benne van ugye a fajtának a nevében, hogy Adorján, úgyhogy viccesen szoktam mondani, hogy biztos rólam nevezték el, de nem, nagypapáról nevezték el. Nekem nincsen külön kedvencem, én az összeset sajátomnak tekintem már szinte, tényleg azért igyekszünk folyamatosan őket fenntartani. Inkább úgymond kedvenc helyeim vannak, tehát vannak nagyon jó kis zegzugos helyek, amik ott a fák között vannak, különböző ilyen padok, amik ugye el vannak rejtve a fák között, és akkor a gyerekkorom óta oda mentem be, így bújtam be a fák közé, és akkor ott ücsörögtem a padon. Tehát ugye én is, mert nővérem is, amióta az eszünket tudjuk, mi mindig mentünk oda, hiszen apukám mindig vitt oda minket, és akkor zömmel mi ott találkoztunk nagyapával is. Úgyhogy az egész fenyőkertnek van egy nagyon jó hangulata, egy nagyon jó atmoszférája, és ezt nagyon sok látogató is mondja, tehát ezt nem csak elfogultságból mondom, hanem nagyon sokan ezt a visszajelzést adják. Úgyhogy én az egész fenyőkertet úgy, ahogy van, szeretem. Köszönöm szépen!
Tehát a fenyőket igyekszik, ugye, tehát a fenyőket igyekezzük folyamatosan azért a látogatók számára, és a különböző ilyen csoportok, meg egyéb ilyen nyílt napok programokon kívül nyitva tartani. Mindig időjárás függők vagyunk, hogy mikor, hogyan vagyunk nyitva. A nyári időszakban gyakrabban voltunk nyitva, ott inkább késő délutáni időpontban, hiszen ugye kánikula miatt azért inkább esténként jöttek hozzánk is a látogatók. Most az őszi időszakban októbertől vasárnaponként leszünk nyitva, 2 és 4 óra között. Ez az általános nyitvatartás, de bárki bejelentkezés nélkül, családdal, egyénileg, jöhet, tehet egy kényelmes sétát, leülhet egy padra, feltölthet egy kicsit, de ezen kívül továbbra is várjuk egyébként a csoportoknak a jelentkezését. Bejelentkezés alapján szükséges mindig. Az elérhetőségeink rajta vannak egyrészt a weboldalunkon, avasiarboritum.hu weboldalon, de a közösségi oldalon is megtalálhatunk vagyunk Avasi Arboritum Miskolc néven, úgyhogy ott rajta vannak a minden elérhetőség, telefonszám, e-mail cím, tehát lehet nekünk írni, be lehet hozzánk jelentkezni, és akár szakvezetéses séta is kérhető a különböző csoportoknak. Illetve hát ugye, mint említettem, tervben vannak még különböző rendezvények, úgyhogy reméljük, hogy az is minél több emberhez el fog majd jutni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen.